A mi hazánk a fenyőfák hazája. A tiszacsomai honfoglaláskori temető helyszínén vagyunk, az emlékparkban és a leendő látogatóközpont épületében. Az 1990-es évektől kapcsolatban vagyok a leletekkel, mert akkor még fiatal történészként az Ungvár Egyetemen ezeket a leleteket kézbe vehettem. Bobko Viktor elküldte a leletek egy részét az Ungvár Egyetem régészeti laborjába. Terveztük, hogy abból kiállítást viszünk a Nemzeti Múzeumba. Ez az egész elmaradt, viszont én már akkor annyira fellelkesültem, hogy ezeket a leleteket lerajzoltam, lefényképeztem, leírtam, leméregettem, és hát valóban ennek hasznát is veszük most, mert kiderült, hogy ebben a temetőben, ahol közel 100 vagy talán több mint 100 honfoglaláskori 10. századi férfi és nő nyugszik, ez egy óriási kincs nekünk kárpátaljai magyaroknak. Bizonyítja ez a temető, hogy a 10. századtól, 9. 10. századtól egyfolytában 1100 éve itt lakunk. Tehát nem egy átvonuló fergetekként átvonuló lovasnomád nép temetkezett ide. A női sírok mutatják, hogy itt letelepedtek, és a 11. 12. században is folyamatosan éltek. Hosszú évek óta tart itt az emlékpark története, az emlékünnepségeket megszervezik. Mi is kijártunk jurtával, hagyományőrzők, íjászkodtunk, és most kaptam egy felkérést a KMKZ-től, hogy ebben a látogatóközpontban tervezek meg egy kiállítást, ami bemutatná az itt talált leteket, azoknak a másolatait, vagy analógiáit, vagy hát makettek, interaktív eszközök, szemléltető eszközök segítségével bemutatnánk a látogatóknak a 10.-11. századi magyarok életmódját. Most az épület, ez egy ominózus, nagy méretű, háromszintes épület, kínálja magát a berendezés tervének elkészítésekor. Úgy terveztük, hogy ezen a második szinten lenne egy konferenciaterem. A konferenciaterem mellett két kisebb szobában ajándékbolt lenne, illetve kávézó, meg kiszolgáló helyiségek, és ebben a nagy konferenciateremben, ahol éppen nincs ablak, bannereken, rollapokon, tehát feliratos, képes információ halmaz mutatná be az adott témát, illetve makettek, interaktív eszközök. Például egy félbevágott jurta lesz a terveink szerint ebben a sarokban, amit berendezünk korhű módon, mellette honfoglaláskori női, férfi viselet, múzeumi manökeneken, bábukon, egy ló manökenen a honfoglaláskori nyereg, lószerszám. A másik sarokban ennek a jurtának a másik fele fordítva lenne beállítva, hogy aki belép oda, a tátos jurtájába lép be. Félhomály, misztikus zene, fényjáték mutatná akkor hiedelem világát, honfoglaló elődeink vallását, és hát egyéb ilyen érdekes eszközök egészítenék ki a kiállítást. Ha fölmegyünk a következő szintre, aminek nagy része kilátóablak, az pedig egy árpádkori kilátó lesz, és a következő századoknak mutatná be a történetét, tehát az árpádkori 11., 12., 13. századnak az állami zászlói, címerei, az itteni helyi nemzetségek címerei lennének a falon fölakasztva, a fegyverek, persze fegyvermásolatok, lovagi páncélok, tehát olyan interaktív dolgok, például egy lovagi viseletnek a felölthető, ilyen lapozható verziója, ami közel hozza, kézzelfogható közelségbe hozza a gyerekek, felnőttek számára a kor viseletét, fegyverzetét, kultúráját, életmódját.